Szevasztok, Peti vagyok. Megint eltelt két hét. Elég szarú vagyok, de videót kell csinálni. Nem tudom, mi lesz ebből ma. Vagy hogy egyáltalán lesz-e belőle valami. Basszus. Mi a tököm? Mi a fene? Figyelj már. Fura a látásom. Na jó, nincs idő nyavajogni. Összerakjuk a zöld hátteret, és akkor nekünk forgatni. Először is kell a hangtechnika. Basszus, de fáj a nyakam. Valami rohadtul nem stimmel. Oh. Fejem is fáj. Na, sziasztok. Ó. Oh. És a hallásommal is valami történt. Érdekes. Hát jó. De nem tudom, mint hogyha a hallásommal is lenne valami, meg mondom, a látásommal is rá. Fene se érti. Na jó. Akkor elsőnek leeresszük a redőnyt. Meg leengedjük a zöld hátteret. És akkor bekapcsoljuk a stúdió lámpákat, pontosabban azt ott fönt. Nézd oda! Teljesen össze vagyok zavarodva. Ja. Jó. Elővesszük a kamerát. Úgy nagyjából. Így kellenek a stúdiófények. Egyszer. Kell neki egy hosszabbító.
Jó. Kell a másik. Ennek is adunk áramot. Jó. És akkor adunk ennek is áramot. Így. Jó. És akkor fölrakjuk a kamerát. De hol a fenébe van a kamera? Mert jó, és akkor van nekünk egy green screen ellenőrző programunk. Amivel láthatjuk, hogy hol vannak világosabb és sötétebb részei, és ha eltekerem a lámpát, meg közelebb viszem, akkor az a lényeg, hogy valahogy így nagy felület egyöntetően legyen bevilágítva. Ezzel is közelebb megyünk. Így valahogy. Az előbb jobb volt. Igen. Alacsonyan jó, nagyon hájon se rossz, közepesen, meg egyenesen majdnem, hogy fasza. Így valahogy. Jó, ott a tetejével lehetne még valamit csinálni. De úgyse vagyok olyan nagyon magas, és ezek a lámpák nem elég erősek ahhoz, hogy fölérjen. Jó. Na, akkor már csak meg kéne találni azt a nyomoronc kamerát. Valahol.